Kedves barátaim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket a professzori klub mai összejövetelén. A mai alkalommal egy régi kedves ismerőssel, egy ismerős előadóval találkozik a professzori klub jelenlévő tagsága. Pentelényi Tamás professzor úr, aki az elmúlt egy-másfél évben több alkalommal, pontosan 3 alkalommal tartott élvezetes előadást számunkra a világ legnagyobb 31 a római Szentpéter bazilikában nyilvántartott katedrálisainak építészeti, művészettörténeti, szakrális, általános művészeti, illetve értékeiről. Tulajdonképpen ma az utolsó 6 katedrális bemutatására kerül sor. Nagy öröm számomra, hogy a közönség soraiban köszönhetem Tamás Pentelényi professzort, és egyúttal szeretettel köszönhetem egy meglepetés professzort, a kollégánkat. Azt hiszem, hogy a jelenlévők jelentős része ismeri Szejfer György professzort, hiszen Debrecenből származik. Ez ugye sokszor nem meglepetés számunkra, hiszen sokan jönnek úgy vissza hozzánk, hogy a gyökereik Debrecenben voltak. De őt sok minden köti ehhez a mai estéhez a debreceni gyökerein túl. Az is, hogy a Pentelényi professzornak az utóda az Országos Traumatológiai Intézet megfelelő osztályán, és az is, hogy a művészet is összehozza őket közös egymáshoz. Biztosan sokan tudják, hogy a Szejfer doktor csodálatosan orgonázik, és van még egy olyan közös pont, amit mind a kettőjükkel kapcsolatosan most szeretnék elmondani. Talán nem a professzori klub témája, de azért a kapcsolat az nagyon szoros. A Traumatológiai Társaság most készített el egy 50 éves jubileumi könyvet. Bizonyára tudjátok, hogy a jubileumi könyvek azok mindig egy-egy osztály, egy-egy téma feldolgozását jelentik, 10 év, 20 év, 30 év, 40 év, és hát nem nagyon akarták ezt a 40 évet 50-re ilyen módon kiegészíteni, hanem valami újat, valami frisset szeretett volna a Traumatológiai Társaság. Így arra került sor, hogy a traumatológusok, mondhatom más szerepben, idézőjelben, az egyéb hobbiaik és a tehetségeik megnyilvánulásait tették bele ebbe a könyvbe. A könyvnek a második része tehát a traumatológusok által készített képeket, írásokat, verseket és a művészek munkájával kapcsolatos összefoglalókat, a Szejfer professzor úr például a műtétek és koncertek kapcsolatát fogta, írta le ebben a könyvben a orgona muzsikával kapcsolatosan. Ebben a könyvben találjuk meg a Pentelényi professzor úr által írt 31 legnagyobb katedrális legfontosabb paramétereit is. Az ő engedélyével, amennyiben érdeklődés van, ebből a könyvből másolatok készíthetők, és azokat a rendelkezésükre fogjuk bocsátani azoknak, akiket ez érdekel. Kedves professzor úr, Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon remélem, hogy jól érzed magad itt Debrecenben, itt a professzori klubban, és nem az első alkalom, vagy utolsó alkalom. Elsőnek sem első, hiszen itt. Igen. Nem az utolsó alkalom lesz, hogy itt köszönhetünk. Parancsolj! Egyrészt tisztelettel köszöntöm a megjelent kollégákat és professzortársakat. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy köszönöm szépen a bemutatást. Én echte debreceni ember vagyok, itt is születtem, itt jártam minden iskolámat, az egyetemet, és életem egyik legszebb 8 évét itt töltöttem a Korbonsztani Intézetbe, amit most már Patológiai Intézetnek hívnak, de nekem valahogy ez az ízes magyar kifejezés jobban tetszik. És nagyon sok szép gazdag élménnyel távoztam Budapestre, most már több mint 30 éve, 32 éve, de még mindig debreceninek érzem magam. Sokan meg is kérdezik, amikor betegeim, akik innen származtak el Hajdú-Bihar megyéből, hogy nem lehet-e, hogy én is hajdú-bihari vagyok. Még mindig érzik az akcentusomon, tehát én ezt vállalom továbbra is, hogy debreceni vagyok. Egy mondatot tessenek megengedni, hogy ennek az előadásnak a hátteréről elmondjam azt, hogyha 2 percig nem veszem túlzottan igénybe a társaság figyelmét.
úgy alakult ki, hogy Pentelényi professzor úrral ugye hivatali elődömben mi nem tudtuk arról, hogy mind a kettőnek ez az egyik szenvedélye, hogy katedrálisok után kutatunk és katedrálisokat látogatunk világszerte. Amikor én őt elbúcsúztattam és lejárt a hivatali ideje, akkor egy könyvet vettem neki ajándékba, illetve vettünk neki az osztállyal közösen ajándékba, aminek az volt a cím, hogy a világ legszebb katedrálisai. És én ezt neki dedikáltam, illetve azzal adtam át a könyvet, hogy egy kicsit a medicína is olyan, és az idegsebészet is, meg a patológia is, és minden ága a medicinának, mint a katedrálisok építése. Tehát valaki megálmodja, az egyik generáció lerakja az alapokat, a következő a támpilléreket, a harmadik az apszisokat, és aztán valaki egyszer befejezi a tornyot, és nem beszélve arról, hogy nagy valószínűséggel nem az fogja celebrálni az ünnepi tedeumot, aki megálmodta a katedrális, hiszen már valószínűleg régen a hanvai oda átnyugszanak. És ez a tanárulat annyira meghatotta akkor, hogy kiderült kettőnknek ez a közös szenvedélye, és így indultunk el ezen az úton. Még egyszer köszönöm a figyelmet, köszönöm a lehetőséget, és hogy itt lehetek köztetek. Nagyon örülünk még egyszer. És ezt a bizonyos említett könyvet, ezt meg is mutatom, úgy gondolom, hogy közben odadom a jelenlévőknek, és mindenki egy kicsit belepillanthat. Ennek a második felében vannak a katedrálisok, és ott van szó az orgona, a muzsika és az idegsebészet kapcsolatáról is. Kedves barátaim, Pentelényi professzor urat az elmúlt alkalmak során már több alkalommal bemutattuk, úgyhogy most csak néhány szót szólnék. Professzor úr, mint említettem, az Országos Traumatológia Intézet idegsebészeti osztályának volt a vezetője 1986 és 2002 között. A nemzetközi biográfiai hálózat, illetve az Amerikai Biográfia Intézet vezető pozícióját betöltő kollega jelentősen részt vett a nemzetközi együttműködésben, elsősorban a magyar-japán szakmai együttműködésben, ennek a neurotraumatológiai témáját vezette. Professzor úr témaköre az adott sebészeten belül elsősorban a gerinc stabilizáció, illetve az akut koponyasérültek akut ellátása volt. Ebben a témakörben több új javaslatot és eljárási témát is beadott, és munkásságát 220 publikációban foglalta össze. Professzor úr, a Traumatológiai Világszervezet Neurotraumatológiai Bizottságán belül az Oktatási Bizottság elnökeként bejárta a világot, tengeren túl, illetve Európában is számos helyen tartott meghívott előadóként előadásokat, így a Galilei híres katedrájáról is elhangozhattak a szavai. Munkásságával nagyon jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hazai gerincsebészet, a neurotraumatológia mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban ismert és elismerté vált. Pentelényi professzor úr életében egyéni módon, különleges módon kapcsolódik az idegsebészeti művészet és a katedrális művészet a kongresszusokon keresztül, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Isten dicsőségének az elmélyítését érjék el ezzel. Nagy öröm számomra, hogy most az utolsó alkalommal újra köszönhetem, és nagy várakozással és örömmel adom át a porondot professzor úrnak. Kedves elnökasszony, a Tudományegyetem minden karára vonatkoztatva mondom, hogy az igen nagyra tartott professzori kar, kedves vendégei, hölgyeim és uraim, amikor a katedrális sorozatnak a negyedik előadásához érünk, ez egyúttal a záró előadás is, a befejező előadás. Itt az előző három előadásban bizonyára sokan visszaemlékeznek fontos szép dolgokra, amelyeket saját szemben is láttak az életük folyamán,
de ez nem jelenti azt, hogy ha a legnagyobb katedrálisokra gondolunk, ott egy magasabb szintű csodálat tömeg várja az ember a világ minden táján. Ezért igen nagyra tartjuk azt, hogy a vatikáni Szent Péter Bazilikával a Szent Szék a világ legnagyobb katedrálisait bemutatja mindenkinek, akik oda jönnek. Az arany színű betűkkel a márvány padozaton intarziásan mindenki olvashatja, hogy a világ 31 legnagyobb katedrálisa hol van, és milyen alkalmakkal, milyen rendkívüli események fűződnek az ő működésükhez. Így a negyedik alkalom, a negyedik előadást is úgy fejezzük be a hátralévő 6 katedrális bemutatásával, hogy annak rendje módja szerint követjük a vatikáni Szent Péter Bazilikában nagyságrend szerinti bemutatást. Ugye az előző előadásokon említettem már, hogy itt a Szent Péter Bazilikának a főhajójában csak előre kell mennünk, és akkor látjuk a legnagyobb bazilikákat, katedrálisokat. A főhajót látjuk. Hogyha kinagyítunk itt valami kis részletet, akkor örömmel látja a magyar szív, hogy az Ecclesia Cathedralis Ferrariensis alatt a Basilica Cathedralis Esztergom is ott. És pedig 22. a világ legnagyobb katedrálisai között. Na, ennek értelmében akkor nézzük a negyedik részre maradt katedrálisokat. 26. sorszámmal indulunk a negyedik részben, ugyancsak a dél-amerikai kontinens. És pedig Cathedralis Metropolitana Sancti Pauli Brasilia néven a São Paulo-i Szent Pál katedrális fogjuk látni. A nyíl oda mutat. São Paulo új katedrálisa, a monumentális Igreja da Sé, a város központi főterén helyezkedik el. 1916 és 1954 között emelték. Látjuk, hogy ezzel egy időben lebontották a 18. századi régi egyház, az ékes egyházat. Az ott lévő teret kiszélesítették, itt van egyébként a brazíliai 0 km kő, amit itt rögtön természetesen látunk is. Mehetünk tovább. 111 méter hosszú, 46 méter széles, 8000 ember fér el egyszerre benne. Stílusa neogótikus. A főhajó közepén 8 pillér tartja azt a 62 méter magas kuborát, amelyik ugye 27 méter átérő. Két harangtornya van, 97 méteresek. Hatalmas föld alatti kriptája van. Itt nyugszik São Paulo 12 püspöke, és itt őrzi Ibirica indiát őrsőnök hölgyi harangtornyait is. Nemzeti sajátosság. Emlékszünk a bevezetésnél, talán visszagondolunk rá, hogy a katedrális művészet, mint művészetnek óriási lehetősége az automácia. Az, hogy nemzeti és egyetemes téren egyaránt szabad művészeti megnyilvánulásokkal átrajzol. A neogót katedrális. Itt a téren látjuk José de Anchieta jezsuita szerzetes bronzszobrát, mindjárt mutatom, egyik kezében keresztel. Fogodzunk meg,
1554-ben ő alapította az indiánok megtérítésére azt a missziós iskolát, amelyből mi is lett? 20 milliós világváros 400 év alatt fejlődött ki belőle. Nem akármi. José Dián Piéta. Érdekes dolog itt is. José Dián Piéta szerzetes indiánokat él 1554-ben. Gondoljuk el, hogy mennyire szokatlan a mi szemünknek egy katedrálison belül félmeztelen indiánok, akiket egyházi köntök keresztelnek meg. Huszonhetedikén Ecclesia Cathedralis West Monasteriensis. A londoni Westminster kerületből van. Ezt tekinthetjük Anglia legjelentősebb római katolikus templomának. Ez a Westminsteri értelmésre székhelye. 1895 és 1903 között épült. Nagyon érdekes. Arra gondoljunk, London belvárosában vagyunk. Stílusa neobizánci? Igen, kérem. London központjában, a Victoria Street-en meglehetősen furcsán hat ez a kép. Tornya 86 méter magas, szép kilátást ad a városra, nézzük tovább, de meglehetősen különleges a londoni belvárosi szintérben egy ilyen katedrális. Építésze John Francis Bentley. Kérem szépen, ő nem véletlen, hogy a neobizánci stílust választotta. Ezzel próbálta jelképezni a katolicizmusnak a londoni újjáéledését. Mert volt miből újjáéledni. Mert a templom belső nagyon érdekes, a neobizánci atmoszférát sugározza. Rengeteg görög, olasz, ír, norvég márvány van benne, mozaikokkal gazdagon díszített. A főhajó 8 pilléréhez mindjárt látjuk, ugyanazt a zöld márványhívust alkalmazták, mely a Hágia Szófiában van, Isztambulban. Innen a stílus eredet. Hát kérem, ezek a bizonyos említett zöld nagy pillérek, 1, 2, 3, 4, ezek az a meghatározó szint adó márványok. A főhajó végében mindjárt látjuk, főoltár magasodik, hatalmas feszülettel, haros gyertje tartók, egy márvány pillére nyugvó, óriási baldakin díszíti ki ezt. A két oldalról látjuk közöttel. A függő kupola dobján vannak világító nyílások, és ezek bőséges fényel állítják el, ugye, mert a fény, erről még később beszélünk. Csodálatos a mágyakápolna. A belső tér boltozatos mennyezetű, Justinianus kor idéző bizánci motívumokkal. Arany hátteres, mozaik technika, ravúdjára. A főhomlokzatra nézzük meg, gazdagon díszített a burkolatról hagyott téglaparosztásokkal. Mindjárt látjuk a fehér kőlapokkal, széles hőkabutózatokkal és zömök tornyokkal. Vagyis van ez? Látjuk a széles kőbejárati ív, az oszlop téglafalak, amelyek valóban a Londonban sétálók megkökkenthetik. Ugye a fölirat egyértelműen bizonyítja, hogy Anglia
szeretne a római katolikus világhoz visszakanyarodni. Hát ez csak satszolás, hogy 12,5 millió téglát használtak fel ehhez a bizonyos osztatlan, burkolatlan tégla fal rendszerhez. Viszont az nagyon érdekes. A hozház viszintes része, viszintes vonala és a harangtorony függőleges vetülete között egy óriási kontraszt van. Ez a kontraszt fogja össze az egészet. Látjuk. Hát még hogyha megnézzük ezt a képet, ahol az impozáns hosszanti elrendezés, a kidomborodó kupolák jellegzetes sorával látjuk ott, egyértelműen utal a neobizánci eredetre, a stílusnak az eredetére. Hölgyeim és uraim, egy nagy eseményhez érkezünk, a 28. legnagyobb katedrális Konstantinopolitána Divi Szófii Ekklézia. Ez Isztambul. Ez a híres Hágia Szófia. A Szent Bölcsesség templomaként a bizánci művészet csúcspontjának tartja. Ne felejtsük el, Európa legkeletibb részén vagyunk. A Boszporusz túloldalán már Ázsia van. Az első Hágia Szófia 360-ban épült. 360, 4. század. Ez fával fedett volt. 404-ben tűzmartaléka lett. 415-ben újjáépítették, de 510-ben felgyújtották. Elég viharos történet. A harmadik Hágia Szófia viszont Justinianus császár műve, aki különlegesen fogház szentét akart létrehozni. Egyébként ez lett az utolsó nagy római műemlék. Tehát mindent összevéve, Bizánc, Róma, stb. Utolsó nagy műemléke. És hát a bizánci művészetnek a kiemelkedő alkotása. 537-ben készült el. 6. század. Építészei a Thralészből jött Anthemios és Milétoszból származó Izikorosz. Ők a 6. század legnagyobb építőművészei. Kérem szépen, ritka az, hogy most beszélünk másfél évezreddel ezelőtti legnagyobb meg kell mondanom, hogy sokan utólag ezen elvegöl a rájuk. Ennél nagyobb produktum figyelemre véve az, hogy másfél évezred után is álló működő katedrálisról van szó, nem tudunk róla. Egyébként a bizánci császárok három nagy katedrálist alakítottak. Látjuk Hágia Szófia, Szent Bölcsesség. Hágia Dynamis, Szent Erő. Hágia Eiréné, Szent Békesség. És ezek közül csak a Hágia Szófia maradt meg. Ez az a hatalmas katedrális eredeti módon látjuk egyesíti az ókori termák és a keresztény szentélek azok követelményéig, hogy a jelenleg számú hívőkök megfogadására is alkalmas. Az alaprajzon látszik az ágyú, a külső
első háderek. Ma maga az imaterem. Aminek egy jelenős vélete van, hát 86-szor egy 31 évre. És itt a bazilikális alaprajzon már csak a galériás oldalhajók, amit látjuk, egy egészen hosszabb elrendezés követi. A főhajó központi nézete fölé egy kupola borul. Nem akármilyen. Két azonos átmérőjű félkupola támasztja meg. Ilyen még az építészetben soha nem volt. Szabad magának azonra se. A kupola. Fölül, alul a félkupolának a megfelelő támasztó része. A templom belsőben, ugye a központi nézetet oldalai alatt, van egy kétszintes oszlop, amelyik az oldalhajókat határolja, és az a galériákat emelőreket tartja. Fölé áll egy nagy oromfalmas, az úgy 19 ablakkal. Ez adja a tér megvilágítás egy részét. Nálam mutatható, de te talán ezt. Jó, vagy köszönöm. Az oromfal. A kupola. 56 méter magas a kupola. 31 méter átmérő. 48 ablak. Koszorúja töri át azt az alapját. Ezek is ugye a világításhoz egy helyen állunk. Egy összekező kép, ahol a kupola, az oromfalak és az a fél kupolát láthatók. Szerintem érdekes, hogy távol, amerikai, John Lennon kardinál fogalmazta meg azt, hogy mi az alapvető különbség az európai gótika és a bizánci stílus között. A nyugat-európai gótika az emberi lelket igyekszik felvenni és felvenni. Így minden jobban. A bizánci katedrális templom építészet viszont Isten el akarja hozni az emberek közé. De mind a kettő embert és Isten szeretné minden hamarabb, minden jobban. Ugye a bizánc. Minden jobban Isten hozzuk. Hát kérem szépen, Bizáncnak a további sorsával kapcsolatban is szomorúan látjuk, hogy az 1453-ban az oszmánok elfoglalták. A bazilikát mecsetnél alakították. Szentek képeit lefették, lefestették, korábbi idézeteket. Szabad mondanom azt, hogy ennek keresztény válaszban volt a három és kétségű Dánzok Fegyvárvári Szűzőszere 1956, amikor Fiati János és Kapisztán Szent János keresztény módon felelt. A belségről látunk. Azóta négy minaret fogja keresztbe a Székesegyházat, ez a bizonyos Hagia Szófia kápolna. Örömteli dologról beszélünk most. Mi magyarok
nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Árpád-házi származású császárja is volt a bizánci történelemben Szent Pioska, illetve Szent Helyi. Császárné volt 1918-szor, de ez már 34-ig. Mi Szent László királyunknak a lánya, Komnénosz János császárnak a felesége. Ritka, vagy nem úgy ritka, egyedülálló dolog, amit most mondok. Szent Piroska jelenleg is három vallásnak a szentje. Római katolikus, görög katolikus, görög keresztény. Nem véletlen, hogy az emlékét a karzaton gyönyörű szép mozaik ábrázolás őrzi. Kérem szépen, ugye tudjuk, tudatában vagyunk annak, hogy ez a csodálatos szép arany mozaik, ez nagyon régi, egyén szóval. Szent Eiréné, ugye, a bizánci történelemnek egy kimagasló egyéniségévé is vált. Hatalmas monostort alapított Bizáncban. Három templom volt ebben a monostorban. Kórház, menedékház, iskola, fogyatékosok részére szolgáló intézet is. Érdekes, hogy a templomokat hihetetlen teológiai bölcsességgel hikre szentelte föl. A mindenható pantokrátor, az egyik, másik Szent Mihály arkangyal, és a harmadik az irgalmas Isten adat tiszteletére. Elképesztő, tiszta, világos teológiai gondolkodás. Ő 8 gyermekkel ajándékozta meg a férjét, Komnénosz János császár. Így föl vannak sorolva a gyerekek, de azért szabadjon azt hangsúlyoznom, hogy közülük a legambiciózusabb Manuel volt. És Manuel császár volt az, akinek a udvarában harmadik Béla királynak, a később valami a királynak is hosszú időt töltött. Szent Piroskának a népszerűségére egy nagyon jellemző dolgot tudunk most megnézni. Az híres udvari költő Theodoros Podromos gyönyörű sírverset írt az ő emlékére, Eléné úrnőre. Nézzük csak, 880 év távlatából üzen nekünk Szent Piroska. Mit is üzen? Boldog ősökről származtam én, az egész nyugati világ királyaitól. Julius Cézárok neveltek engem, szépséggel a Pariszok, Kosszorusznak meg. Róma leghatalmasabb ura Alexiasz fia, Vígona született boldog Johannész, a Komnénoszok sarja, a Lukászok virágzó hajtása, minden pokány hatalom üldözője. Törvényes házasságon kapcsolt magához engem, és vele együtt uralkodván hosszul a földjén világra hozta négy fiút, akik ősi bíborteremben születtek, derék külsejüket a csatán tüzetre előket, és négy szépséges lány, négy fi, négy lány. Látom férjem fényes győzelmeit, hiadalait napterek és napjukat felé, hiadalait északon és dél forró hege alatt. Végül elhagyva a koronát, a bíbort, a gyors ruhát, a bíbor köpeny, az akászár durva darószár öltökre magamra, meghalott Bitínia tartományában, Ausztria császári palotájától távol. Hajóhoz vissza megint,
Ó, alkotó, és imádságaként újraalkotó megint, aki nem világi hatalmát adta nekem, add meg odafent a mennyeletes részre. Megható szép, és köszönjük Moravki Gyulának a gondolat. Egy másik speciális magyar nemzeti vonatkozású, a Hagia Szófiában fennmaradt úgynevezett Zoé Kárnál. Zoé is egy császári név. Ezen mozaikból alkották meg a mindenható teremtő Atyaisten alkotáltal alapját 1028 körül. Figyeljük a dátumot, 1028 körül. Ez nagyban hasonlít a magyar Szent Korona tetején lévő zománcképes pantográtor ábrázoláshoz, melynek közepén kör alapú lyukat képezte ki a keret számára, hogy ezt tudod. Íme ez. Maga a korona. A koronán ábrázolt szenteknek a elhelyezkedése, középen a pantokrátor. Tehát ez a bizonyos pantokrátor ábrázolás nagyon hasonlít ahhoz, amelyek ez az olyan lenne. Mint hogy az egyik 1028, a másik pedig tudjuk, hogy Szent István koronázására szerepe, ne lehet gondolatásításokat csinálni egyik vagy másik korábbi ünnepre a valósításában. Kérem szépen, a legújabb kori kutatásokból tudjuk, hogy a Szent Mihály templom kriptája tartalmazta a bizánci császárok szarkofágjait, Szent Eugéniének kis szarkofágja részben ott volt, rész pedig hosszabb időn keresztül az előbb látott Hagia Szófia tárterszében. XIX. Katedrális sor értük el, Katedrális Sancte Crucis Bostoniánus, a bosztoni Szent Kereszt katedrális. Csak néhány szót ugye a tájékozódásként, Boston a USA északkeleti partvidékének egyenlőse városa, New England gazdasági kulturális tudományos központja, látjuk ugye a Harvard Egyetem székhelye, Harvard Egyetemi környezetben mindenki tudja, hogy a Harvard University, az a University Rankingnek mindig is az élő volt, és jelenleg is az. Hat államot foglal magába, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire-ben, Maine. Megyünk tovább, egy táblati képe, Bostonnak, igen, tovább. Az első Szent Kereszt katedrális 1804-ben francia és római katolikusok kérésére építészet James Charles Balfinch volt. Belső kiképzést Henri Sargent kérdezte, nem sovább. 7. Pius pápa 1808-ban alkotta meg a bosztoni római katolikus egyház ügyét. Még egyszer. 7. Pius 1808. Talán a társaság emlékszik rá, hogy néhány nagy katedrális tárgyalásakor 7. Pius már szerepel. Emlékeztető csak annyit, hogy 7. Pius jelen volt Napóleon 1804-es párizsi Notre-Dame-beli császár koronázásakor. De 7. Pius sajnos 1823-ban azon az éjszakán halt meg, amikor a falakon kívül Szent Pál katedrális lény. Tehát elég
viharos körülmények közötti időszaknak volt különböző pátája. A történelmi részletekre most nem akarok kitérni, mindesetre az egyházmegye központja a Szentkereszt katedrális lett azok után, hogy az első püspökké Sherwood nevezte ki az indiánok sikeres térítése kapcsán. 1825-ös megnagyobbítás ellenére később kicsinek bizonyult, lebontották. Bostonban a helyét a névtára jelzi. Az új katedrális alapkövét a polgárháború és a 6 évvel később helyezték el. Felszentelést John Williams érsek végezte 1875-ben. Azóta ez a bostoni egyházmegye anyaszékes egyháza. Igen. A jelenlegi második Szentkereszt katedrális New England legnagyobb templomba. Tehát tervezője, híres, ismert építész Patrick Healy, a 19. században élt, és olyan kiváló volt amerikai relációban is, hogy építésztársaságot is neveztek el róla. Egy kép a belsőről. Stílus a neogótikus. Építő anyaga, ez a bizonyos sokszínű tarka, Roxbury konglomerátum szürkénész különbözőben. Amikor a katedrális befejeződött építése, valóban Massachusettsnek a legnagyobb büszkesége volt. Amellett, hogy a Trinity Church is akkor mehet tovább. Igen, mehet tovább. Modernkori eseményei közül megemlítjük, hogy 1979-ben II. János Pál pápa ebben a katedrálisban tartott hatalmas imaszolgálatot 2000 pap részére. Tehát II. János Pál tartotta ezt. Nem tovább. Kérem szépen, egy nagyon érdekes dolog. A 2000 szám visszatér. Akkor pap volt, itt most idegsem. 2009-ben az Idegsebészeti Világszövetség itt a bostoni katedrálisban, Bostonban tartotta az Idegsebészeti Kongresszus, és a társasági tevékenységnek, eseményeknek a legkiemelkedőbb része a bostoni katedrálisban egy orgona koncert. Az orgona koncert adója itt ül közöttünk. Nem azért van a fénykép ott, hogy ezt bizonyítsuk, de tudjuk. Az érdekessége ennek az, hogy Seifert professzor nagyon széles, gyönyörű, nagy ívű zenei karriert futott be. Mert, nézzük csak bal oldalt fönt, mi is van? A Galga Márcsai Szentkereszt káporza. A jobb felső képen pedig, ahova ő befutott a nagy ív végén, a bostoni Szentkereszt katedrális, a világ egyik legnagyobb katedrális. A kongresszus tiszteletére egy koncertet adott, és ennek a koncertnek olyan gyönyörű programja volt, amit alig lehet együtt máshol találni. Johann Sebastian Bach, Szent Háromság, Preludium és
Tibjúfuga, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán. Nemzetközi zenei nagyságok és a magyarság képviselete. Ez volt az, amelyiket a világ különböző helyeiről összesereglett 2000 idegsebész áldattal hallgatott. Ezek közül szeretném, hogyha egy-két taktust meghallgatnánk a Johann Sebastian Bach. Thank you.
akkor menjen. Most az ott rá. Tudjuk képzelni, hogy kevés szem marad szárazon. Harmincadikén elszakadva Bostontól visszatérünk Európába, és megtekintjük ezt a nem nagyon ismert, de nagyon sok gyönyörűséget tartalmazó európai nagy katedrális Basilica Gedalensis, Beatissime Virginis Maria. Ezt kérem szépen a Gdanszki katedrális. Érdekes dolog, ritka, vagy egyedülálló is lehet. Két hatalmas székesegyház van Lászban. Az egyik az óvárosban, ez a Santa Maria Basilica. A másik Gdansk elővárosában, Olivában, a tengerparton van, Basilica Archikatedrálnál. Ez a Cisztercita apátság épületeivel együtt helyezkedik el. Ezt a kettőt Szent II. János Pál pápa 1986-ban rendelte egymás mellé társbasilikát. Érdekes új szentszéki döntés volt. Az óvárosi. Ez a világ legnagyobb vöröstéklás gótikus temploma. 25 ezer ember fér vele, 82 méter magas tornyával, erőt sugárzó masszív alaival büszkén uralja a gdanszki városképet. Belsejéről csak néhány a kristálymennyezet alatt látható dolgokról. A névadó Szűz Mária szobra, a gyönyörű főoltár, Hans Memling holland festőnek a utolsó ítélet Wittigenhagy másolata, és a nagyszerű akusztikát biztosító, de most fogadjuk egy aszkétikus fala. Olyan falai vannak, amelyik teljesen sima aszkétikus, de mégis ez tartozik hozzá a közéhez. A másik az Olivában lévő Basilica Archikatedrálna. Ez egy korábbi 12. századi román stílusú templom helyén épült, a Cisztercita apátság építette, kolostor templomként. A 15-17. Században tovább szépítették, 15. században barokk, rokokó, homlokzati részeket kapott, kapuzata, torony és sarja. Mai formájában ez egy égbe szökő gótikus baszilika. Ennek a homlokzata két torony közé zár. A templom belsőről néhány dolog érdekes. Hosszabbított szentély, hatalmas főoltár, 2x7 darab félkörben elhelyezkedő fekete márványoszlop, ezek felett az oltármennyezeten stukkó felhők közül angyal arcok tekintenek rá. Roppant érdekes. Megkapó. A felhők mögött Szent Háromság aranysugarakban kilövelő sugarak vannak. A Szent Háromság a felhők mögött növeli ki a aranysugarakat, amelyik teljesen a természetes felhő érzetét ad. Az alapító királyok és hercegek képei közül a főoltár az legközelebb bal oldalon van a
ablakító Szubiszus Herceg portréját itt láttuk. Szűz Máriával, Kisbettel és Szent Bernáttal egy társaságban, Arzőszertében. Néhány egyéb részt látunk itt még a katedrálisból, mehetünk tovább. De mindezeken túl a legnagyobb élmény az 1763-tól 88-ig készült 7876 sípos, 86 zengő regiszteres, nagyszerű rokokó orgona élmény. Ez mennyei zene Seyfer professzor füleinek. Építése idejében ez volt Európa legnagyobb orgonája. Azóta is mozgó angyalokkal, élénken férő csirókkal tisztelt. Építő mesterei voltak Jan Wolff és Friedrich Rudolf Dalitz. Nézzük csak meg. A rokokó orgona. Igen, amelyik ilyen fantasztikus játszó pulttal rendelkezik. Mehetjük tovább. És nem véletlen, hogy egy lengyel költőnő a nagy elragadtatásában úgy fakadt ki, mikor megszólal az olivai orgona, a tengerpartot ostromló hatalmas hullámok is elnyugszanak és hallgatják. Kérem szépen, 31. a sorrendben a legutolsó, a Szent Patrik katedrális New Yorkban. Idő híján én azt gondoltam, hogy erről részletekben nem beszélünk, mert még ennél fontosabb dolgok vannak, úgyhogy kérem szépen menjünk át a összefoglalásra. Mert mindenki várja ezek után természetesen az összefoglalást. Először a földrajzi összefoglalás. Koszméret szerinti 31 legnagyobb katedrális földrajzi eloszlása úgy fest, hogy Európában van 23, Európán kívül 8. Az európai országok közül Itália területén van 9, Rómában 3, Vatikán Szentpéter, Szent Pál falakon kívül Laterán. Firenzében, Milánóban, Bolognában, Páduában, Ferrarában és Assisiben 1-1. 7-2 katedrális van 5 európai országban. Angliában, Londonban mind a kettő, a Szent Pál katedrális és a Westminster katedrális. Belgiumban, Brüsszelben és Antwerpenben. Franciaországban, Reimsben, Párizsban. Németországban, Köln, Speyer. Spanyolország, Sevilla, Toledo. Egy-egy katedrális van 4 európai országban. Csehország, Prága. Magyarország, Esztergom. Törökország, Isztambul. Lengyelország, Gdansk. Európán kívüli katedrálisok közül 4 van az USA területén. Washington DC, Los Angeles, CA, Boston, Massachusetts, New York, New York. Egy-egy katedrális van Argentínában, La Plata, Mexikóban, Mexico City, Ausztráliában, Sydney, Brazíliában, São Paulo. A féltengék közötti eloszlásról néhány szót, furcsa, de így van. A legnagyobb katedrálisok zöme az északi féltekén van. A 31-ből 28 ott van. A déli féltekére csak 3 esik. La Plata, Sydney, São Paulo. Közülük a déli félteke legnagyobbja az argentin La Plata katedrális.
Kérem szépen, vegyük figyelembe azt, hogy a nagyság szerinti besorolás természetesen nem jelent se művészet, történeti, esztétikai, vallási vagy spirituális értékrendben. Mindegyik katedrális egy-egy sajátos világot jelent, szubjektíve bárki érezheti a legszebbnek, legközelebb állónak magához. Mehetünk tovább. A katedrálisok fizikai megjelenése mellett azonban sokkal nagyobb jelentőségű a művészeti magyarulka. És kérem szépen, ez az, ami a katedrálisoknak a legfontosabb lényeg. Ez viszont csak a teológián keresztül érhető meg. És most ne ijedjünk meg, hogy én valamit is teológián említettem. A katedrálisok teológiája érdekes nem katedrálisból, hanem egy apátságból, és pedig egy franciaországi apátságból, Saint-Denis-ből. 5. századi alapítású francia apátság ez, Párizstól északra. Szűzsé apát volt ennek a kidolgozója, aki egyébként Saint-Denis apátja volt, 6. Lajos és 7. Lajos francia királyoknak a tanácsadója. Kérem szépen, nagyon röviden, koncentrálva. A legfontosabb mondani való a teológiában. Isten szimbóluma a fény. Végezzem. Nem a fény Isten, hanem Isten szimbóluma, fizikai szimbóluma a fény. Emellett további fontos részei vannak, olyan liturgia, zene, építészet és stílus, hormona, feszületek, festmények, szobrok, portán, stb. Itt felsorolva. A fény. Ez a legfontosabb, a leglényegesebb. De nem maga a fény az, amit mi látunk, hanem a fény által megvilágított részletek azok, amelyekből következtetünk. És most lehet, hogy egy kicsit nehezebb mondom. Az isteni világosság tölti meg lelki funkcióval a csodálatos emberi alkotásokat. Ez tény. Ebből az eredeti, teremtés nélküli létező és folyamatosan most is teremtő Isten fényéből minden teremtmény részesül. Az isteni megvilágítást képességeinek megfelelően kapja mindenki, és adja tovább Isten elgondolása szerint. A világegyetem tehát egy fényáradatként érzékelhető, mely zuhatak módjára ömlik. A legelső lényből kisugárzó fény minden teremtmény maga helyére állít, egyesít, szeretetével átfog az egész világot, rendet és összetartó erőt hoz létre benne. Ezek bizony olyan dolgok, hogy ezt át kell tenni. És most egy nagyon érdekes dolog jön, amelyikre talán nem is gondoltunk. A megvilágított tárgyak és személyek többé-kevésbé visszatükrözik a fényt. Ez fizika. Ez a sugárzás a visszatükröződések folyamatos láncolatán keresztül az árnyék mélységeiből adódó ellentétes irányú mozgást vált ki. Vagyis a sugárzás központja felé történő visszaverődés. Így a teremtés fényes aktusa a teremtésben benne van, önmagától egy fokozatosan előrehaladó felemelkedést valósít meg. Hova? Afelé, a lény felé, aki mindezt irányítja. Ezen túl a hangos, kórus, hangszerek, szimfóniát alkotnak,
harmadikus egységük inkább angyali, mint emberi szimfóniát terem. Katedra. Drága kövek csirogásukkal sugárzott tökéletességükkel a mennyei Jeruzsálemet jelenítik meg. Ötvös művészet, képek, portálok, stb. Ez, amit már látunk, a Szűzsér apát teológiának alapjához tartoznak, ez az úgynevezett megtestesülés. Nem az aranyat, drágaságot, hanem a munkát és művészetet kell értékelni. Kérem szépen, amit most olvasni fogunk, vagy hallunk, az egy nagyon mély dolog. A katedrális egy-egy központi helyén lévő hatalmas kereszt. A megváltás diadalának ragyogó jelképe. Ragyogó jelképe, mely méltóság teljesen száfol mindenfajta szekta homályos kételkedés, hogy tudnék az embert megválthatja egy húsvérből való ember halála, aki is. Ez a katedrálisok teológiájának a csúcsgondolata. Vigyük haza magunkkal, gondoljuk át. Mert nyilvánvalóan másképp fogjuk látni. Befejezésként egy üveg ablakot látunk rendkívüliből. Ezzel szeretnénk megköszönni a szíves figyelmet. És őszintén kívánjuk mindenkinek, kedves székesegyházaiban, minél hamarabb saját szemmel is gyönyörködjék a helyszínen. Ez nem valami légből való felvételés, hanem aki ezt a sorozatot végighallgatták, azok tudják, hogy milyen nézni, látni való, érezni való van ezekben. Ögyeljük, uraim! Én tudom, hogy a társaság még egy valamire számít az összefoglalási évén. Én tudni több alkalommal hangsúlyoztam azt, hogy a híven hallgató társaság tagjai részére egy kicsit meglepetés is kaptogatok majd az utolsó előttes végén. Eljöttünk ide. Nézzük meg, hogy mi is ez a megjelentés. Íme. Kérem szépen, hogy emberi hangra lefordítsam. 1990 óta nem a vatikáni Szent Péter Bazilika a legnagyobb a világon. Hogy? Mit mondok én? Négy előadáson keresztül ezt mondom, és egyszer megtagadom ezt. Emberiségről van szó. 1990-ről van szó. 1990-től a legnagyobb katedrális Afrikában épült fel, Yamoussoukro városában, Ivory Coast, Afrika, és pedig ennek a mérete elijesztő 190 méter hosszú. Nem árt tudni róla, még akkor se,
hogyha megdöbbentünk. Erről néhány nagyon rövid összegezést szeretnék adni, hogy a világ legnagyobb katedrálisairól szóló négy részes tanulmány után ne úgy menjünk haza, hogy erről nem tudunk. A legnagyobb templom a Vatikáni Szent Péter Bazilikában regisztrált leghosszabb katedrálisok rendszerén kívül, itt a kívül a lényeg. Ez nem férne be oda. Az összes többi befér. Ez nem férne be. A békehozó Mi asszonyunk Bazilika az afrikai Elefántcsont part Yamoussoukro nevű városában. Hol is van ez? Afrika, Guinea övöl partján, Elefántcsont part. Nagyobb a, itt látható, ez Elefántcsont part. Külvárosra voltak itt rám, Yamoussoukro város. Épült 1987-89-ben, 3 év alatt. Mintájaként a római Szent Péter Bazilika szolgál. Hossza 190 méter, 4 méterrel hosszabb, mint a modell. Már itt is, ugye, látjuk, miről van szó. Kupolája tiszteletből minimálisan alacsonyabb, de a tetején lévő koronával, aranykereszttel együtt már 156 méter, ami már 21 méterrel magasabb, mint a Szent Péter Bazilika. Itt minden életnek a túlélésről van szó. Ez az. És ne felejtsük el, számítsuk hozzá azt, hogy az afrikai a kupola átmérője 3-szor nagyobb, mint a londoni Szent Pál katedrálisé. Emlékszünk, londoni Szent Pál második legnagyobb volt a regisztrálisé. A párizsi Notre-Dame többször is elférne benne. Az oltár felett tagyosuló bronzban, ami olyan magas, mint egy 9 emeletes ház. Van megalománia. 7000 embernek ütülőhely, további 11000 embernek állóhely. Előtte lévő 28.000 négyzetméteres márványal borított területen 320.000 hívő vehet részt a szertartásokon. Tény, hogy fölismerhető a modell, ugye, a római a Vatikáni Szent Péter Bazilika. Hát kérem szépen néhányat az építés körülményeiről. Építetője Félix Ufuye-Boigny. Elefántcsontpart elnöke. Építészet Pierre Gabriel, városi építész volt. A bazilika anyaga. Spanyol drám, belga acél, olasz márvány, francia üveg. International. A 3 éves építkezés időtartam alatt 2000 ember dolgozott az építkezése, 10 órás műszakokkal. Mérnökök külföldről jöttek, munkásokat helyben toborozták, nagyon büszkék voltak egyébként a munkások a nagy vállalkozásra. Voltak persze kritikák, melyek szerint ostobaság ekkora bazilikát építeni ilyen szegény országban. Az egyik munkás válasza például ez volt. Rómában talán nem voltak szegények, mikor a Szent Péter székes egyház épült. A párás trópusi lég. Ezen keresztül lehet. A trópusi körülmények közötti építkezésnél annál is inkább nagy a becsületű, hogy a 10 milliós lakosságnak Elefántcsont part 10 millió lakos. Csak körülbelül 15%-a római katolikus, a többség ragaszkodik a hagyományos animisztikus kultuszokhoz. Ennek ellenére születtek ezek a vélemények. Az épület egyik legnagyobb nevetessége a kupola. Halványkék stukkókat díszített szegély,
29 millió lyuk arra szolgál, hogy a bent elmondottakat a bazilikán kívül is hallani lehessen. Tetején végigfutó kék üveggyűrű, kupola közepére vezeti tekintetet, ahol egy fehér kaland látható. Mehetünk tovább. Rendkívül élményt jelentenek a festett üvegablakok. Nincs még egy templom a világon, amelyhez ennyi festett üveget, hallgassuk, 7440 négyzetméternyit használtak. Több mint 4000 színány alatban pompázó üveg van, amelyik lélegzet elállító hatású, mert ezek 10 emelet magasságú ablakok. 10 emelet magasság. Itt, ezen méreteknél ugye, egy-egy ilyen sáv az egy emelet. Nem tovább. Itt éppen egy ablakkeretet emelnek be az építkezésnél. Ne felejtsük el még egyszer, ez 10 emelet magas üveget, ablakot. Nem tovább. Talán néhány szót Ufui Ványiról. A bazilikán kívül számos más nagy intézményt is építettek Jakoszukróban, ez volt az ő szülővárosa. 3 egyetem, 1 kórház, kongresszusi központ, szálloda, golfpálya, elnöki palota. És most fogodzunk meg? 256 kilométer hosszú autópálya. Fogalmunk van róla, hogy ungári körülmények között mit jelent az autópály? Ha nem, kérem felkezdeni. Ez. Autópályát ide kell építeni. 256 kilométer hosszú. Ezeknek a költségeik nagyon ügyesen befektetett nagy családi vagyonából fejleszte, ezzel elefántsot a legnagyobb jótevőinek bizonyult. És most hallgassuk meg néhány bírálatot ezzel kapcsolatban. Francia bírálóinak a bazilika építése vonatkozóan így felelt meg. Lehet, hogy az a nép, mely oly büszke Versailles-ra, Notre-Dame-ra, Chartres-ra nem ért meg bennünket. Egyik minisztere, Laurent de la Folco, szókimondó volt még ebből. A kritikusok nyilvánvalóan nem tudják elviselni, hogy egy afrikai nép valami nagyon gyönyörű és örökkévaló alkossa. Ufué Boágya Jamoszukrói bazilikát az afrikai kereszténység központjának számba építette. Az 1990-es felavatás után felajánlotta a Vatikánnak, hallgassuk csak, mire az kissé zavarba jött. Hogyan utasíthatná vissza a nagyszerű ajándékot egy olyan kontinensből, mely tele van hitetlenekkel? 3 havi gondolkodás és rövid tárgyalások után a Vatikán elfogadta a rendkívüli ajándékot, azzal a feltétellel, hogy fenntartása továbbra is elefántcsont part feladata marad. Erre Ufué Boágyi azt is megtette, hogy Vatikáni bankban alapot hozott létre, melyből fedezik a bazilika 1,7 millió fontnyi éves fennállási költségeit. Sőt, megígérte, hogy többet fog költeni népe egészségügyére és oktatására. Itt most az építkezési végső fázisát fogjuk látni, amint a bazilika rotundája készen áll, hogy a kupola tetejére fölemeljék. Ez van tehát a tetején. Mert tovább. 1990 óta 1810 darab 1000 wattos égő világítja meg esténként az afrikai trópusi szavannában a keresztény központ jelképét. Így jöhetett létre a trópusi Afrika közepén,
a legszebb építészeti hagyományokat felvonultató neoreneszánsz, írjuk a szempontjából, tehát neoreneszánsz fogal, melyben 272 darab 30 méter magas oszlop, korintoszi dórion oszlop, átjuggatott kupola, ezek találkoznak a legkorszerűbb építészeti vívmányokkal, előöntött betont, síreken mozgó daruk, galvanizált alumíniumborítás, poliuretán szigetelés, légkondicionálás, vízkivilágítás. Hát, ez is. Összegezve. Mielőtt ezt összegezünk, 1990-ben a felszentelés második Szent Világos Pálmászor is. Tehát nem Vatikánon kívüli meselkedésről van szó. Elfogadott. A keresztény világ bízik abban, hogy a javukszukrói békehozó miasszonyú bazilika a 20. század egyik legnagyobb építészeti teljesítménye, fizikai nagyságának megfelelő spirituális pártjaként fogja vezérelni Afrika római katolikus életét. Ehhez hozzáteszem még azt, hogy a bazilika nevét, Végurányi békehozó bazilika, békehozó Szűzmária bazilikának nevezte el, azért, mert az elnökségi 33 esztendője alatt békehonolt elhásokat. Ez nagy szó, ez rendkívül, hogyha a környező afrikai országok történetét csak egy icipicit is átgondoljuk. Nagyon köszönöm a szíves figyelmet, a társaság türelmét, és azt gondolom, hogy egyre több és több problémával kell szembenéznünk, ezért elengedhetetlen, hogy a világ legjobb egyetlenségei által sugalmazott Isten tenyerén való életünk nagyon komolyan átgondolod legyen, és azt, ami környezetünkben észlelünk, ahhoz csak azt tudjuk hozzáférni, hogy mindent megteszünk, annak az igazság érdekében, de mindenképpen a Isten gondolása és nélkül semmi nem tudjuk. Köszönöm. Köszönjük, professzor úr, újra élmény nyújtó előadást, és azt gondolom, hogyha az adatok és a látott szépségeknek a lenyűgöző volt az aktuálisan élményt jelent, de nem jegyezhetjük minden egyes nagy katedrálisra vonatkozóan, valamit mindenképpen kapunk. Azt, hogy ha belépünk egy ilyen templomba, egy ilyen katedrálisba, milyen lélekkel, mit és milyen gondolatokkal kell azt megnéznünk, mit kell magunkkal vinni ezekből a katedrális látogatásokból. Megkérdezném, hogy van-e a professzor úrnak kicsi templom kedvence? Mert hol lehet határszabni? Ugye van egy 31, és utána még van sok gyönyörű. Ennyi fért be a Szent Péter katedrálisba, és aztán? A kérdés a válaszom. A templomokat, katedrálisokat
benne volt a szövegben, és nem nagyság szerint az égő. Ezek azok az építmények, amelyek fizikailag lehetővé teszik, hogy Istenhez forduljunk, akármilyen nagy, akármilyen kicsi ez az építmény. Tehát a lelkület az, ami minket Istenhez vezet, és a lelkület, amelyik vezet minket, Isten ajándékaként művészeti produkciókkal is tud minket gyönyörködtetni. De a lényeg nem ez, hanem egyértelműen ember és Isten kapcsolata, mert annélkül ember nem lehet, Isten pedig nem pazarolja olyanra az ő megváltó tevékenységét, aki nem fordulna felé. Ez mindenképpen egyértelmű, nem csak a vallásos, hanem a gondolkodó emberi szél is. Köszönjük szépen. Mindegy, hogy hol dicsérjük az Istent. Ha szabad még egy mondatot, én szeretném megköszönni a Seyfert professzornak, Gyurinak a játékát, nevezetesen a Kodály esti dalt, ami a legkedvesebb zenei darabom, és azt hiszem, hogy a könyve lábad szemeket megmagyarázza, hogy nem csak én szerettem, hanem mások is. Szeretettel gratulálunk, és az a kicsi rész is, amit hallottunk, az fantasztikus volt. Köszönjük. Tessék parancsolni. Jó, bocsáss meg. Egy megjegyzés még. Jó, tessék. Szabad legyen még egy megjegyzést tenni itt a végén. Miközben Pentelényi professzor úr erre az előadásra készült, az a hír érkezett, hogy az indiai idegsebész társaság, ami azért mégis egy milliárdnyi szubkontinensnek felel meg, az ő eddigi tudományos munkásságát és a neurotraumatológia nemzetközi áramfolyamában való részvételéért, illetve a magyar neurotraumatológia világ ilyen való elterjesztéséért, és az ő tudományos munkásságát is figyelembe véve életműdíjjal tüntette ki, amihez ezúton is gratulálunk. Hát azt szeretném hozzátenni, hogy ugye ez az ő tudományos munkásságának a része, amit most itt hallottunk, hiszen amikor a világot bejárva a nemzetközi kongresszusokon képviselte a magyar neurotraumatológia ügyét, akkor ő a kocsmák helyett, mint ahogy sokan teszik, a katedrálisokat látogatta, és ezeket az élményeket dokumentálta, amelyeket most itt megmutatok nekünk. Nagyon is köszönjük szépen. Nagyon köszönjük, és nagy szeretettel gratulálunk még egyszer, és egy nagyon méretében, értékében ehhez nem méltó kis ajándékkal szeretnénk köszönetet mondani, és azt szeretném most elmondani, hogy ez az első alkalom, amikor egy olyan kiváló bor egyébként, olyan üvegbort adunk ajándékul, amin a professzori klubnak a címkéje is szerepel, a professzori klubnak az ajándéka. És akkor még szeretném, bocsánat, Győző, közben mehet a pezsgő, persze. A professzori klub évkönyvének a második kötetét szeretném odaadni ajándékul, ebben természetesen nem vagytok benne majd a későbbiekben, de egy pici lehetőséget ad arra, hogy bepillancsatok a Debrecen Egyetem professzori klubjának az életébe. A professzor úr is természetesen, nagyon örülünk, hogy eljött, és amiért befejeztük a katedrálisok sorozatot, azért nagy szeretettel várjuk a jövőben is. És még szeretném felhasználni az alkalmat, hogy van itt egy-két olyan professzortársunk, aki a évkönyvet nem vette át. Molnár Péter professzor, tessék parancsolni, és adjon kedvet a következő alkalmakra, jelenlétedre. Nagy Bandi,
te is kapsz egyet, és azt jelenti, hogy várunk máskor is szeretettel, ha nem a vasútról, vagy a katedrálisokról van szó akkor is. És még szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki Csaba? Azt hiszem, ugye? Nem kaptad meg még? Jó, ha van köztetek olyan, aki még nem kapta meg, az legyen kedves ide fáradni. És amit ígértem, a katedrálisokkal kapcsolatos szöveg ebben a egyébként gyönyörű kiadású könyvben szerepel, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nézzétek meg. És hát azt gondolom, hogy érdemes ezeket az adatokat újra és újra visszanézni, megnézni, milyen katedrálisokról van szó, és akkor ezeknek a másolatából meg lehet kapni.